A hétfői esőnap után kedden már az összes stand kinyitott Etnopolisban, és a látogatók is körülnézhettek a régi mesterségeket bemutató kirakodó vásáron. Gyerekprogrammal indítottak a szervezők az InterEtno Fesztivál második napján. Látványos gólyalábas csalogatja gyerekeket a Szabadkai Gyermekszínház Fehér Lófia, azaz Maskarádé című előadására. Gólyaláb, mint olyan, maga egy mobil színpad, amit a színész a lábán hord. Onnantól kezdve, hogy a gólyalábat felveszi, és gólyalábasá avanzsálódik, nem csupán egy vásári komédiás, hanem egy ember, aki köré a figyelem összpontosul. A világzenei kis színpadon a koszterikai vendégegyüttes mutatkozott be. A pergő latin ritmusokra többen táncra is perdültek. En Europa la gente también siente la energía latina. Cuando los tambores suenan, cuando las trompetas suenan, sienten el ritmo y eso les gusta mucho también. Y para nosotros es mucha felicidad, ya que no sabíamos a qué veníamos en un principio. Pensábamos que en Europa la gente solamente aplaudía o estábamos sentadas todo el tiempo, pero no, están alegres todo el tiempo, les gusta la danza, les gusta la música latina también. A közönség észak-ciprusi, argentin, magyarországi, koszterikai és szerbiai néptáncosok és népzenészek produkcióit láthatja majd szerdától péntekig a Szabadkai Városháza mellett kialakított nagy színpadon. Az esti nyitó ceremónián Miroslava Babic, a Szabadkai Városi Tanács művelődéssel megbízott tagja, Dragan Gyorgyevics, a szerbiai CIO felnöke és Takács Márta, a Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke köszöntötte a fellépőket és a közönséget. Amiben mindenféle színes programmal szeretnénk kedveskedni a városunknak. Az InterEtno augusztus 27-ig egész napos programmal várja a vendégeket.